fény dr. Ralph Lightman-tól. What does it mean? Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a zon, a Galgaltevenaim de zon, az érzi a Jesszutnak az ahapját, amely leereszkedett beléjük, vagy rájuk zuhant, vagy rájuk ereszkedett. Ők hozzá tapadnak annak ellenére, hogy ez sötétség számukra, és akkor felemelkednek együtt Jesszutnak az ahapjával az Jesszut szintjére. Az ahap de Jesszut, az visszatér a Jesszut szintjére, és azzal együtt ugyancsak magával emeli a Galgaltevenaim de zont. Tehát a zon, a Galgaltevenaim de zon, az most már a Jesszutnak a szintjén van, az akkor már képes megkapni a bőséget, a fényt, amely benne van az ahab de Jesszutban, a Jesszutnak az alsó részében, az ahab részében, oké? Tehát ezt nevezzük úgy, hogy az első fajta gadluta, amit láttunk a Nekudim világában. Tehát az első fajta gadluta, amikor az alsónak a Galgaltevenaimje összekapcsolódik a felső ahabjával. Tehát lerajzolom nektek. Van egy ilyen állapot, ahol a Jesszut az visszaemelkedik a saját szintjéhez, magával viszi a Galgaltevenaim de zont. Tehát a zont felső részét magával viszi a Jesszutnak az alsó része. És az ahab de zont, tehát a zontnak az alsó része, az még alul marad. Ugye a zont az az erempin és a nukva együtt, vagy az erempin és a malhut együtt. Tehát a zont az általában egy egységnek van tekintve. Oké? Tehát ez az ahab de Jesszut, és az pedig a Galgaltevenaim de Jesszut, tehát a Jesszutnak a felső és alsó része, felső a Galgaltevenaim, alsó az ahab, és az pedig a Galgaltevenaim és az ahab de zon, tehát a zonnak a felső és az alsó része, a zon felső része beépül a Jesszut alsó részébe, mint egy liftbe, és akkor az a Jesszut alsó része képes felemelni a zon felső részét magában. Oké, tehát akkor ami itt található az ahab de Jesszutban, az létezik az ahab de Jesszutban, tehát az létezik a Galgaltevenaim de zonban, mely felemelkedett az ahab de Jesszut szintjére. Ezt nevezzük úgy, hogy ez első fajta gadlut, amit tanulunk a Nikodim világában, amikor a keter az gadlutban van, tehát az abba ve ima, az eléri a gadlut állapotát ugyancsak. Oké, megértitek bármilyen kérdés ezzel kapcsolatban? Tehát ugye az van ez a szabály, hogy az alsó, mely felemelkedik a felső szintjére, az ugyanaz válik, mint a felső. Hogyan történik ez a folyamat? Ez ilyen technikai, de hogyan tudsz példát adni, hogyan működik az életünkben? Ha mi életünkben a felső fény belép a Jesszutba, ahogy az ahab de Jesszut az lezuhan a Galgaltevenaim de zonra, vagy leereszkedik, mint egy lift. Ajjajjaj, mondja rá. Ajjajjaj. Tehát az alsó, mely felemelkedett a felső szintjére, olyan vált, mint a felső. Ugye ez a spiritotásban a hely közössége az formazonosságot jelent. Tehát itt most Rav lerajzolja a Jesszut és a zon parcufajt egymás alatt, mint hogyha nem lenne köztük kapcsolat. Tehát a felső a Jesszut, és ez pedig a zon, az erempin és nukva. Jesszut és zon, egymás felett. Jesszut felül, zon alul. A Jesszut leereszkedik, úgy mint belecsúszik, belecsúszik az ahapját beleeresztve a zonba, összekapcsolódva a zon Galgaltevenaimjával. Tehát a Jesszut az ahapját leereszti, tehát mondjuk az egész parcuf bele süllyed a zonba, összekapcsolódva vele fele-fele, tehát a felsőnek az alsó része összekapcsolódik az alsó felső részével. Tehát az ahap de Jesszut belecsúszik a Galgaltevenaim de zerempin és nukvába. Tehát ott van lerajzolva a Galgaltevenaim és az ahab de Jesszut, Galgaltevenaim és ahab de zon. Ez érthető, mondja rá, ez eddig érthető.
Jézsút azt saját maga teszi, Jézsút aktívan teszi ezt, ez az embrió állapot, ez szándékos. Amint amikor az anya beszél a kisbabával, megpróbál a kisbaba nyelvén beszélni, mintha megpróbál az anya lecsüllyedni a kisbaba. És az állatok ugyanúgy viselkednek, ez természetes, hogy a felső leereszkedik az alsó szintjére, és megpróbál olyan nyelven beszélni vele, hogy az érti. Tehát akkor mi ez a része Jézsútnak, amelyben van a zondban, ez a, amit most a sárgára rajzoltam, hogyan érződik sötétség, ez sötétség érzetét kelti a Gagadavinaim, de zondban, mivel a zon nem érti ezt az új állapotot, ami a megszerzéséhez képest ez az alkozó állapotot. Mit jelent ez, hogy sötétség? Cvika, te kérdezted? A kapcsolat hiánya. Oké, kapcsolat hiánya. De lényeg az, hogy az alsó nem érti a felsőnek a jobban adakozó állapotát, számára a sötétség. Oké, mi a következő? Ugye az alsó szempontjával a felső mindig nagyobb adakozás, ami az én megszerző vágyamhoz képest sötétség. Tehát ez az első állapot, amikor Ahab, de Jézsút besüllyed a Gagadavinaim, de zondba. Akkor mi a következő? Mi a következő cselekedet? Na? Nem hallak. Nem hallom. Ja, man emelése. Oké, tehát ezzel a sötétséggel szemben, bár ez sötétség, az alsó mégis kéri, hogy még többet kapjon, azaz, mint hogyha a sötétség ellenére, amit érzek, azt mondom, jó, nagyon jó, ezt elfogadom, ez most lehetővé tette számomra, hogy a saját akaratom ellenébe menjek csukott szemmel, hogy belépjek az ibor állapotába, és követem a spirituális és utat, és kérem, hogy emeljél fel engem, változtass meg engem, hogy én adakozó lehessek. Honnan veszem ezt a vágyat, honnan veszem az erőt, hogy imádkozzak, stb. Most erről nem beszélünk. Azt már tudjátok, ezt tudnatok kell, mostan csak a fizikáról beszélünk. Tehát mondjuk azt, hogy man emelés, hogy az alsó fel akar emelkedni a felső szintjére. Akkor a Jézsút ennek alapján felemeli egészen az Ein Sof, végviszi a mant, és akkor felülről mit kap meg? Tehát a Jézsút felemeli az alsó mannyát, és megkapja a madot, vagy az abszak fényét felülről. Még azt majd tisztázzuk, hogy van különbség persze közte, hogy most a mad vagy az abszak fénye, és akkor ez mit csinál? Ez adja úgymond az elektromosságot a liftnek, hogy ez felemelkedhessen. Akkor ennek a fénynek a segítségével a Jézsút képes felemelkedni a saját szintjére. Tehát az alsó mannyán keresztül, visszakapott fényen keresztül Jézsút képes felemelkedni, és akkor az Ahabjával együtt felhúzza az alsónak a Gagadavinaimját a Jézsút szintjére. Akkor ott van a Gagadavinaim és az Ahab, és az Ahabjában oda tapadva már ott van, az Ahabjában már beleépülve ott van a Gagadavinaim, de Zon. The Ahab of Zon. A Gagadavinaim, the zone. Is glued to it. Wait a minute, I'm... Várjunk egy picit. Rav kicsit összezavart a rajzot. Több dologra gondoltam egyszer, ezért rajzoltam ezt így. Tehát ott van a Gagadavinaim, the zone, az Ahab, de Jézsút szintjén, és alatta pedig az Ahab, the zone egyedül. Tehát ez a Jézsút felül, Jézsútnak a Gagadavinaimje külön, az Ahab de Jézsút és a Gagadavinaim de Zon együtt, és a Ahab de Zon alul. Hogyha ez így van, akkor a Zon most felemelkedett egy szintet, felemelkedett, és ott képes már megkapni azt, ami Jézsútban van, mert az alsó, mely felemelkedik a felső szintjére, olyanná válik, mint az. Ugyanúgy, amikor a felső leelkedik az alsó szintjére, olyanná válik, mint az, mint amikor az édesanyja a kisbaba nyelvén beszél, és így tovább.